Tisztelt konferencia, köszönöm én is a meghívást. Belecsapnék, kevés az időnk. 2001-ben az Amerikai Egyesült Államok regionális maljai közül durván a 20%-a döglődött. Ez egy olyan léptéket érte el, több mint 380 bevásárlóközpontról beszélünk, aminek már nevet kellett adni, ezeket kezdték el szürkemezőnek hívni, nyilván utalva arra a parkolótengerre, a parkolótenger aszfaltjára, amely körbevette őket. Miért érdekes ez? Meggyőződésem, hogy az elmúlt 15-20 év egyik legnagyobb kihívását a mod, vagy a klasszikus városszövetre, és a legkevésbé kezelt kihívását a bevásárlóközpontok jelentették. Nem csak azért, mert olyan léptékük van, amelyik a hagyományos léptéket hát hajlamos szétfeszíteni, nem csak azért, mert kihívást jelentenek a hagyományos üzlet struktúrára, még csak nem is azért, mert komoly gépkocsi forgalmat generálnak, hanem azért is, mert nem egyszerűen árukkal kereskednek, hanem életmóddal is, ez nyilván messze túlmutat a rendelkezésünkre a 20 percen. 1998-ban már 2 éve volt hipermarketje Budapestnek, bevásárlóközpontból 2-je volt, éppen 44 éve mulasztottunk el, vagy 44 éves lemaradásban voltunk mi építészek és városépítészek abban, hogy választ adjunk arra, hogy egyáltalán ezeket a funkciókat milyen feltételekkel lehet beengedni, és mi módon lehet valamilyen módon domestikálni. Ezen közben a tenger túloldalán a Congress for the New Urbanism nevű szervezet egy nagyon érdekes konferenciát tartott éppen arról, hogy az elpusztult szürke mezőkké vált bevásárlóközpontok helyét mi módon lehetne valamilyen módon integrálni a városszövetbe. Zoboki Gábor nagyon egyetértene azzal a mozgalommal, amit egyébként ez a CNU rövidítésű szervezet jelent. Nagyon széles horizontális összefogását jelent építészektől a szociológusokig, és próbálják keresni a megoldásokat. Tulajdonképpen ennek a konferenciának az apropóját gondoltam én ide rángatni, egy kicsit ilyen teoretikus felvetés keretében. Vajon előre tudunk-e gondolkozni annyira, hogy egy éppen csak megkapaszkodó funkció halálára, ahogy mondom, vagy részbeni halálra felkészül valamilyen módon előnyt kovácsoljunk belőle, illetve hibáinkat valamennyire javítsuk. Ahhoz, hogy valamit mondhassunk, valamilyen látunk, hogy mitől volt az én átütő, akár odaát, akár ideát, tehát az egész mozgalom. 1954-ben nyílott meg az első klasszikus bevásárlóközpont egy Viktor Grün nevű úrnak a tervei alapján, egyébként Viktor Grünbaum néven bécsi származású építész volt, a náci Németország elől menekült ki Amerikába, aki 50 hasonló bevásárlóközpont megtervezése után visszatér Bécsbe, részt vesz a ringgyűrűnek a létrehozásába, és 2 évvel a halál előtt gyakorlatilag megtagadja a gyermekét, mondvá, hogy elárulta mindazt, amire ő annak idején tervezte volna, és ezt nem ok nélkül teszi. Egy alapvetően szocialista beállítottságú építésztől ugyanis 2 dolog állt borzasztóan távol, egyrészt a társadalmi különbözőségek és szeparálódás tudomásul vétele, másrészt pedig a gépkocsi forgalom és maga a gépkocsi. Most ehhez képest sikerült neki a motorizációnak és a mondjuk a fehér társadalom önkéntes szekularizációjának a jelképét létrehoznia. Ugyanis a II. Világháború után megindul egy mozgalom Amerikán belül, egy népmozgás, a belvárosoknak a mondjuk színesbőrű lakosságának a létszáma az 100-150%-kal nő meg, párhuzamosan a fehér középosztály pedig kiköltődik a külvárosokba, és egészen elképesztő méretű és a városiasodás legkisebb nyomát sem, vagy jelét sem mutató ilyen alvó város falu jellegű szoknyákat alakítanak ebbe belvárosok körül. 1990 és 2000 között Budapesten valami hasonló történik, én egy 200 000-es számról tudok, tehát mindegy 10%-a a Budapest lakosságának elhagyja a belvárost, főként az agglomerációt veszi célba, amely agglomeráció sem az idő rövidsége miatt sem, hát pénzügyi és történelmi okok miatt nem képes igazából a maga kis városi vagy falusi struktúrájában integrálni az odaérkezők új telepeit. Az eredmény Amerikában is, illetve nálunk is ugyanaz, lett legyen szó a gyerek iskolába viteléről, egy levél feladásáról, vagy egy doboz tejfölvásárlásról, mindenki kocsiba vágja magát. Erre ugye válaszként Amerikában megszületik a bevásárlóközpont, amelyik egy elég steril belváros varázslat, álom,
és utána ugye ezt átvéve mi felénk pedig hipermarket gyűrűk, illetve belvárosi, belsővárosi gyűrűk állnak össze. Aztán valahogy átbukik ez az egész folyamat, amiről már kevesebbet tudunk. Valamikor a 70-es, 80-as évek idején fölfedezi újból ez a peremvárosi generáció magának a belvárost, és megindul egy visszaáramlás, miközben a peremvárosi addig mondjuk vegytisztán fehér, vagy túlnyomó rész fehér kerületek pedig vegyesebbé válnak, és természetes módon a tőke már csak ilyen követi ezeket a mozgásokat. Túlfűtötté válnak kereskedelmi szempontból a peremvárosok, és mindazok a bevásárló központok, amelyek nem jó helyen vannak, vagy éppenséggel nem látszanak eléggé, vagy nem elég nagyok, tönkre mennek. Majd Budapesten is valami hasonló mozgás, legalábbis nyomaiban úgy tűnik, hogy van. 2007 és 2009 között én 16 ezeres visszaköltöző létszámot olvastam, és párhuzamosan elindul egy-két szerintem érdekes dolog. Marosi Miklósnak felraktam utolagos engedelmével, ezt előtte azért szóltam neki, egy média díjat is nyert szolgáltató házát. Például a 13. kerület keresi azokat a kis központokat, Krisztián erről nagyon sokat tud mesélni, ahol helyben gyalogló távolságon belül tudják a megfelelő szolgáltatásokat nyújtani. Illetve rakjunk ide még egy megjegyzést, ez egy pár hetes hír. A Váci utca kapcsán brandépítésbe kezdett ugye a belváros, és ezt próbálják majd kiterjeszteni is. Egész egyszerűen fölveszi a kesztyűt a kisvárosi, a kis kereskedelmi üzlet, és ez elég komoly kihívást jelenthet, és szerintem fog is jelenteni a bevásárlóközpontoknak. Az eredmény itt is, és ott is lehet ugyanaz. Ez odakint tény, nálunk egyelőre teória. Ez a CNU nevű szervezet pontosan többek mellett ezzel foglalkozik, hogy az így felszabaduló területeket vajon gyalogosan bejárható multifunkcionális központokká mi módon lehetne átalakítani. Teljesen ez sem teória már nálunk, a Török Bálintan az M0-ásnál a GL Outlet nevű csoda helyet ajánlom mindenkinek a figyelmébe, amelyik tulajdonképpen nagyon hasonló adottságú, mint a Premier Outlet, de 2004 óta, mióta létre gyakorlatilag döglődik, és igen jó esélye van arra, hogy szürke zónává váljon. Mit tudunk ezzel, mire lehetőség ez a szürke zóna? Szerintem nyilván meg annyi más mellett, de két dologra picit, mintha elfeledkeztünk volna az egyébként szívderítő elmúlt 10 éves fejlődésbe. Az egyik a lakó negyedekhez kapcsolódik. 4,5-5 és fele szintterületi mutatókkal jöttek létre olyan lakóterep gyűrűk, amelyekben azt nem tudtuk, vagy felejtettük el, amit mondjuk egy 1,4-1,6-os szintterületi mutatójú panelnegyedben még tudtunk, hogy helyet kell hagyni, még ha időben nem is tudjuk létrehozni, de helyet kell hagyni a szolgáltatásoknak, iskoláknak, ennek-annak. A másik, amiről kevesebb szó esik, bár szerintem aktuális, hogy miközben arról beszélünk, hogy, és szerintem helyesen, hogy a fejlődés, gazdasági fejlődés tengében megint csak a termelést kellene rakni, ezen közben gyakorlatilag száműztük az ipart a városainkból, és így Budapestről is. A Angyalföld, amely klasszikusan egy iparosodott terület volt, most fontolgatja, hogy ugye mindent átsoroltak lakóövezetbe, vagy irodaövezetbe, hogy részén ezt föl kellene oldani, a kisiparnak igenis helyet és túlélést kellene biztosítani. Hibákat is javíthatunk. Ugye meg annyi problémájuk mellett a bevásárlóközpontoknak én kettőt emelnék ki. Az egyik kontaktációs felületek teljes hiánya. Ezek befele forduló funkciók. Kinn, ahol egyébként a várossal érintkeznek, és ahol a város az életét éli, ott nekik raktáraik és szervizfunkcióik vannak. Erre van egy pár száz éves adekvált válaszunk. Az első általam ismert bevásárlóközpont az a Trajanusnak a piaca volt. Klasszikus MOL, kétszintes középső utca, a két túlalt üzletekkel, de pont az utca jellegű, tehát a fedett utca jellegű kialakításával megoldotta ezt a kontaktációs problémát. Erre van persze megépült változatunk itt Budapesten, és a kormányszigony projekt bevásárlóközpontja gyakorlatilag ugyanezen az elven működik. A másik gond az a léptékek kérdése, ugye még kicsit feszegeti a városi, vagy nem is kicsit a városi tradicionális léptéket. Ez a kisebb méretű galéria, az Nápolyban áll, kívülről igazából meg nem lehet mondani, hogy ott van, ez az első Umberto galéria. A trükkje borzasztó egyszerű, és nagyon hasonlít a West Endéhez, egyszerűen multifunkciós épületként került kialakítás, és a kontaktációs felületein valódi funkciók helyezkednek el. Illetve a West End esetében, de hozhatnám ide nyugodtan a Mon Parkot is,
illetve az új ugye, külterületi fejlesztéseket is. A barna zóna lehet hely arra, ahol megengedhetőek ilyen funkcióknak a telepítése. Nézzük, hogy milyen lehetőségeket dob föl ez a CNU nevű szervezet, melyik használható számunkra egyáltalán. Az elsősorban a legegyszerűbb az adatív újrahasznosítás, ez valószínűleg egyszerűen azt jelenti, hogy megmarad az épület úgy, ahogyan van, vágnak bele néhány felülvilágítót, meg belső udvart, és próbálják valami másra használni. Erre vannak extrém példák Amerikában, az egyik bevásárlóközpontba 20 vallási felekezet költözött be, ugye a kufárokat egészen furcsa helyről is sikerült kiverni. Nyilván nálunk ez azért nem annyira játszik, de mondjuk, ha kellően külpontos az a pozíció, ahová ez a bevásárlóközpont került, tehát nem alkalmas igazából belvárosi vagy városközponti funkcióra, illetve kellően semleges a szerkezet, azért mondjuk egy ipari vagy egy irodai használata, mint mondjuk a GL outlet alkalmas lehet. A másik egy MAL plusz elnevezésű dolog, ez még mindig nem ideális igazából. Itt egyszerűen arról van szó, hogy utólag annyiból javítanak a rendszeren, hogy egy tisztán kereskedelmi monofunkciót valami megpróbálják földúsítani, és így egy mondjuk városközponti-abb jelleget adni. Én egy ideje érdeklődve figyelem, az egyébként heroikus, és nem is úgy tűnik, hogy eredménytelen harcát a Sugárnak az Árkád bevásárlóközponttal. Ugye azzal, hogy behozták oda a funkció jelleget, amitől egyébként az Árkád befektetői nagyon mereven elzárkoznak minden egyébtől, mint a kereskedelem. Azért való ebbe az irányba mozdultak el, valójában, hogy erről a területre, ami nagyon jó adottságú, tehát egy kertvárosi és egy lakótelepi környezet határán a Jóisten is városközpontnak, alközpontnak, ahogyan itt Krisztina is említette, teremtette. Mondjuk, ha kikerül onnan az IKEA, egy igen érdekes és előremutató fejlesztési terület jöhetne létre. A harmadik, ez a mallok újraélesztése, ugye ez megint tulajdonképpen a városon, vagy a város beavatkozásán részben kívül játszódó esemény, egyszer azt történik, a korábbi bevásárló központok helyére újak jönnek, de megint csak van mód a javításra. Én a Belső 28-30-ban laktam, mint egy gyanítom jó páron, és mindenki emlékszik arra, nevezzük szürke zónára a kiváló parkoló helyre, ahol ilyen kiegyenlítő focikat lehetett játszani. Azért az, ami ott a helyére költözött ez a multifunkciós ugye, irodák, lakások, közparkok, játszótér kialakítással, én azt hiszem, hogy borzasztó sok mindent sikerült helyre tenni, és a valódi működő városközpont felé azért ez egy jó lépés, még akkor is, hogyha alapkiindulásaiban nyilván csak részleges eredménnyel kecsegtet. Egy másik verzió, amikor megint csak bontásra kerül a teljes bevásárlóközpont, és helyette egy új monofunkció kap helyet, itt megint szerintem szabályozási kérdésnek kell annak lenni, és erre ez egy, szerintem egy jó példa, bárcsak pályázati szinten létezik. Az Kontó bútor áruház helyen, hogy alapvetően irodai funkció keresi a helyét, valójában egy rendkívül jó hely, és ugye a túlsónal zsarupalotteleti területe együtt egy kiváló városközponti, a központi szituáció. Igen, szabályozási tervben elő lehet, és talán kell is írni, hogy egy olyan humán zóna alakuljon ki, amelyik a köz életének számára mondjuk lehetőséget biztosít. És vannak a városrehabilitációk, amiből hát mi egyelőre nem tartunk sehol, ez a bizonyos CNU konferencia 6 darab sikeres projektet, tehát megépült projektet elemez végig tapasztalataival együtt, erre most nyilván nincs idő. Két villanást raknék csak ide, egyrészt a Lurdi háznak a kérdése, amelyik, és mit mondom, én úgy tudom, hogy nem annyira fényesen muzsikál. Valójában, ha meg ránézünk a térképen, akkor látszik, hogy egész könyves Károly körút elég rendesen ledugózta a 9. kerület kifele szűrődő fejlődését. Tehát a Mester utca helyén tulajdonképpen ezeknek a szürke zónáknak az átalakításával lenne mód egy klasszikus városszöveti továbbfejlődésre, ahol ugye utcákat kötünk össze utcákkal, tereket alakítunk ki, és ami nagyon fontos, és ez a mikroközpontoknak ez a lényege, hogy gyalogló távolságon belül, tehát az autóforgalom használata nélkül tesszük elérhetővé a szolgáltatásokat. A következő példa az egy jóval kisebb, de hasonló, ez a Flórián üzletközpont. Ezt azért hozom ide, mert nyilván ez a végső és a legjobb megoldás, hogy egy város központ jelen legyen, vagy jöhessen létre, ennek alapvetete az, hogy ne csak kívülről szemlélje az önkormányzat ezeket a folyamatokat, hanem valamilyen módon erős hatása is legyen ebben az esetben, hogy önkormányzati tulajdonról beszélünk, valójában egy elbontott, eltűnt városszövet helyén lehetne azért szerintem valamiféle új és lakható élhető tereket létrehozni.
Mi a mondjuk egy végső konklúzió? Ez nyilván ez egy teoretikus felvetés sor. Az első, amit az itt kiemelnék, és hol lennek az egész konferenciának is, azért ez látszik talán a keresztmetszetében, hogy ezek olyan problémák, akár csak az én pici kiemelt problémám, amit nem lehet egy szakmából megoldani. Tehát itt az ideje, hogy építészek, városépítészek, politikusok és befektetők, mérnökök és szociológusok, mindenki kijön a maga kis elefántcsont tornyába, és valahol a városi köztereken találkozva, nem mellesleg találkozva a városlakókkal együtt próbáljunk megoldásokat keresni. Kettő, van egy történelmi adottságunk, hogy a folyamatok hol hosszabb, hol rövidebb idő alatt gyűrűznek be hozzánk. Tehát mondjuk a tatárjáráshoz kellett olyan 5-6 év, ugye mondjuk a demokrácia azért 41 néhány év alatt gyűrűzött be hozzánk. Ez idő mindenképpen arra, hogy felismerjük a valós kihívásokat, még akkor, amikor még nem velünk történnek, és ugyanakkor egy olyan lehetőség, amivel időben kidolgozhatunk kezelési módokat. Azt javaslom, hogy éljünk ezekkel a lehetőségekkel. Köszönöm.